Előadásokat is hallgathattak az érdeklődők, de természetesen a gyakorlati foglalkozás volt a leglényegesebb és legfontosabb programpont a szakmai napon. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete a közelmúltban indította el a Kalandozások a textilvilágában című sorozatát, amelyben több szakágat is érintenek. Vonulnak, hogy szakkörök jöttek, egy-egy településnek a szakkörei. Szakköre eljött az ott levő tagokkal, mert hát érdekelte őket a dolog. Aztán van olyan, aki Budapestről van, aki Győrből érkezett, tehát az ország több részéről jöttek emberek, mert kíváncsiak a témára. És főleg az, hogy van egy elméleti rész, és van egy gyakorlati rész, amit megé tudunk tenni. A sorozat harmadik szakmai napjára decemberben kerül sor. A török szőnyegháznak a tulajdonosa jön el hozzánk Fehérvárról, és a török szőnyegekről lesz előadás, szövésről, egyébről, valamint a kazakh hölgy jön hozzánk, aki a tamburhímzést fogja bemutatni. Úgyhogy már arra is jelentkeztek többen, úgyhogy azt látjuk, hogy van rá érdeklődés, tehát érdekli a lányokat, asszonyokat. A Kalandozások a textilvilágában című sorozat decemberi foglalkozására is az Egyesület Rácz utcai székhelyén kerül sor.